Az AGRIA, azaz a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége egy pályázatot írt ki még május elején, melyre városi fiatalok jelentkezhettek. A program elnevezése Vivék Kaland, ami arról szól, hogy a városi ifjak bekapcsolódhattak egy-egy fiatal gazda mindennapi munkájába. Sokan pályáztak erre a lehetőségre, de mindössze 30 embert választottak ki. Ezek között a fiatalok közt volt Király Gábor és Pap Dénes is, akik Gilice Zsolt tanyasi gazdálkodásába nyerhettek betekintést. Gábor az internetről értesült a Vidék Kaland programról, ami fel is keltette az érdeklődését, így jelentkezett és nagyon örül neki, hogy bekerülhetett a kiválasztottak közé. Én, ha jól emlékszem, akkor egy közösségi oldalon láttam felposztolva a lehetőséget, úgyhogy illetve a programban részt szervező a Védegylet Egyesület, és egy ismerős ajánlotta, és akkor így két oldalról jött a dolog, és akkor így jelentkeztünk a megadott módok szerint. A két szociológus fiatalembert első napjukon látogattuk meg, amikor még csak pár tevékenységgel sikerült megismerkedniük. Azt hiszem, hogy eddig egy-egy rész feladatát a tanyasi munkáknak már megismerettük, de hát ami adott itt a tanyán. Állatokat itattunk, aztán lovat keféltünk le, hogy szép tiszta legyen szultánt, és hát nem is tudom, igen, de udvart takarítottuk. Első körben ennyi, de hát nem sok mindent tudnék még mondani, mert lényegében ma az első napunk, úgyhogy még sok minden fog történni a héten. A kalandra vállalkozó fiatalok döntő többsége nem igazán tudta, hogy mit várhat majd a gazdaság munkájában való részvétel során, bár azért valamit sejtettek. Lehetett választani különböző ágazatok közül, és nekünk az egyik választásunk, hogy a tanyasi gazdálkodás volt. Azt tudtuk, hogy ez egy rendkívül összetett dolog, és itt tényleg mindennel kell foglalkozni, és ez nem egy szokványos módja ma már a mezőgazdaságnak, úgyhogy voltak elképzeléseink, hogy nyilván ilyen irodalmi emlékek és tanulmányokból vannak elképzelések a tanyasi életről, és eddig nem csalatkoztunk, tehát eddig az, amire számítottunk. A fiataloktól arról érdeklődtem, hogy érzik magukat a Gilice tanyán. Kitűnően, nagyon kedves, vendégszerető ember a Zsolt is, és az apja Ferenc is, úgyhogy nagyon-nagyon örülünk, hogy itt lehetünk. Ugyanezt tudom elmondani. Nagyon-nagyon kedvesek a vendéglátóink, és ahogy mi érdeklődünk az ő életük iránt, azt veszük észre, hogy ők is érdeklődnek irántunk, és ezekből jó beszélgetések születtek eddig is, és szerintem a hét hátra levő részében is így lesz ez.